Hát szerintem addig elkezdhetnénk mikrofon nélkül, és hogyha jön a technikai segítség, akkor rá is kérdezhetünk a mikrofonnal. Szeretnék bemutatkozni, engem Sebőkösnek hívnak. Alapjáraton én egy makrogazdasági közgazdász vagyok, aki azóta kicsit eltávolodott a KNH-tól, és most a makrogazdasági intézmény rendszerése a gazdasági fejlődésének és kérdésre kutatom. Az MTA politikatudományi... Egy perc türelmet kell korrigítésre. Csak bemutatkozó kört addig bejátszunk. MTA politikatudományi intézmény és civilben gazdaságpolitikai tanácsadást is végzek, de hát azt mondjam szépen. Úgyhogy ennyit mondanék magamról. Egy-két szabályt szerintem előzetesen meg kellene beszélni, hogy akkor hogyan tudnánk ezt az egy órát a legtakítanyabban kihasználni. Én azt javaslom, hogy ezt két tételben tárgyaljuk az anyagot. Egyrészt a célokról és a helyzetleírásról kellene szerintem beszélni, és akkor utána egy második szekcióban egy fél óra elteltével, és hogyha a technika is ugyatarja, akkor átérhetnénk majd a konkrét végrehajtásra és az indikátorok kérdésére, és akkor szerintem arányosan tudjuk az elmegyetőség szolgálatokat. A technika egy perc volt egy pillanatra, a esemény rögzítésre kerül. Ahhoz, hogy a kamerán a felvételnek a hangja jó legyen, ahhoz az kell, hogy aki beszélne, akkor az legyen szíves, hogy a kézzel mikrofont és ilyen távolságba köbb ilyen hangra, akkor beszéljen. Két perc és kezdhetjük. Kérdezem, hogy ez így elfogadható-e eljárás? Még annyit, hogy ugye nagyon rövid az idő, és nagyon sokan vagyunk, és annak érdekel, hogy mindenki meg tudjon szólalni, akkor azt tudom én is kérném, hogy próbáljuk meg nyújtani egy-két percre az egyes hozzászólásokat. Nyilván, ha valakinek egy nagy idő fejtegetése van, akkor nem fogok egyből közbeszólni, de próbáljuk meg akkor ebben a szempontból egymásra kicsit tekintettel lenni, és akkor szerintem nem lenne célszerű, hanem nagyon gyorsat. Akkor egy nagyon gyors kör futnánk, hogyha ez megoldható, jó? Zobai László vagyok, nem gyors munkadógyári makroszabályozási jogszabályi egyeztetéssel, mint belső, nagyon hangos? Nem, ez belső magyarországi, hazai, illetve uniós szabályozásban is részt veszünk. Tehát a lényeg, hogy működőképes szabályozás legyen, ami természetesen szinkronban van, hogy környezetvédelmi szabályozási irányokat figyelembe veszünk, fenntartható legyen minden irány. Másrészt országos környezetvédelmi tanácsadója is vagyok, és egy másik szervezetnek a főtitkára, Magyarországi Vizsgálati Közlekedési Szövetségnek vagyok főtitkára. Üdvözlök mindenkit, én Pár Rudolf vagyok, a helyipiac.hu ötletgazdája programvezetője. Most már néhány éve működtetünk egy helyi gazdaságfejlesztési civil programot Magyarország több településen, kistérségében, és gyakorlatilag ezen a területen dolgozunk, hát remélem, hogy mehet közben tudok el is néhány szót bővebben mondani. Én Erdős Zoltán vagyok, nem tudom, több sapkában most, amit tudok mondani, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagja, de egyébként helyben elég sok fenntarthatósággal kapcsolatos projektben veszek részt. Én Tédögei Imrás, újságíró vagyok, agrármérnök egyébiránt, és konkrétan azért jöttem el ide, mert a KAP, tehát az Európai Unió közös agrárpolitikájának továbbfejlesztése az ugye bizonyos zöldülést tűzött maga elé, és hát én azt szeretném megtudni itt, vagy valami adalékot kapni, hogy ez hogyan megy, mert az Unió folytonosan veszít versenyképességéből, erre utaltak egyébként csak más módon itt a bevezető előadásba is, miközben minket a boldog tyúktartásra késztetnek, ösztönöznek, aközben Brazíliából jönnek a elképzelhetetlenül rosszul tartott állati termékek. Szóval ez körülbelül olyan ellentmondás, mint maga a fenntartható fejlődés, ahogy itt hallottuk. Tehát a versenyképtelenné tett európai mezőgazdaság, és Európának az a célja, hogy a világ térségeiben bizony legyen olyan súlya, mint Amerikának, Ázsiának.
nem akarok többet beszélni, csak kicsit szerettem volna érthetővé tenni. Jó napot kívánok, sziasztok! Én Bőrkös Éva vagyok, a Regionális Környezetvédelmi Központtól. Mi egy már több mint 20 éve működő nemzetközi szervezet vagyunk, 30 ország írta alá a charterünket, és 17 országban van helyi irodánk. Nagy rész fókuszunkban ugye a fenntartható fejlődés, illetve a környezetvédelem témakörén, és én vagyok a szervezetnek a magyarországi koordinátora. Fekete Anna vagyok, jelentés és részben civil aktivista is, és a jelenlegi gazdasági válsággal kapcsolatban érdekel, hogy milyen válaszokat tud a nemzeti fenntartatósági stratégia adni gazdasági téren. Én Rézműves Melinda vagyok, néprajzkutató, és egyrészt a Vidékfejlesztési Minisztériumnak van egy háttérintézménye, április 1-től ott dolgozom, a Nemzeti Agrászat Tanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet. Itt van egy esélyegyenlőségi programi iroda, és ott kezdtünk el dolgozni április 1-től. Másrészt pedig 2001-től működik az országban az első roma tájház, és itt a vidékfejlesztéssel próbálunk foglalkozni többek között, és nem annyira vagyok járatos a gazdaságban, és szeretnék belépni ebbe a körbe, hogy tudjak segíteni. Somfai Ágnes vagyok, és a fővárosi közgyűlésben LMP-s képviselő vagyok. Volt korábban egy 4-5 hónappal ezelőtt a Budapesti Városvédő Egyesület már erről a stratégiáról tartott egy társadalmi vitát, amin részt vettem, tehát érdekel az, hogy mi lesz ezzel a stratégiával. Konkrétan a gazdasági szekcióhoz kapcsolódóan érdekes ugye a versenyképesség és fenntarthatóság, hogy ezt hogyan lehet összeegyeztetni, ezért nagyon érdekes, amit felvetett, illetve személy szerint eszembe jut az is egy érdekes dolog, hogy most azért érezhetően a magyar termékek úgymond a politikában is erőteljesebben hallhatjuk ezt a jelszót, hogy vajon ennek milyen viszonya van a fenntarthatósághoz Magyarországon, tehát ami történik, ezt hogyan lehet értékelni. Köszönöm. Politikában, igen. Jó napot kívánok, Sümegi Endre vagyok, a Szot és Klaszter alelnöke, mert egy szaklap főszerkesztő, egyedül közgazdás szakmából élek. Jó napot, én Timár Gigi vagyok, a Piac és Profit magazin képviselő vagyok itt. És hát alapvetően engem ez érdekelne, ami bent is már elhangzott, hogy ezt mikroszinten hogyan vihető át, tehát mi az, amit ebből tényleg azok, akik a bent elhangzott kisebb közösség melletti szinten mi tudnak magukévet tenni. Jó napot kívánok, sziasztok! Én Holics Szilvia vagyok, és a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaságnak vagyok a kommunikációs vezetője. Alapvetően ez egy non-profit szakmai szervezet, ami ilyen nagyon szennyező és alapvetően a fogyasztást kiszolgáló iparágot képvisel, és nagyon büszke vagyok arra, hogy tavaly egy új küldetést fogadott el a társaság, és a hatékony, etikus és a fenntartható ellátási láncokat szeretnénk létrehozni, és hála Istennek nagyon sok gazdasági társaság csatlakozott kezdeményezésünkhöz. Pohány Anna vagyok, környezeti közgazdásznak hívom magam, és ez végül is igaz. Közgazdász végzettségű vagyok, és közel 20 éve különböző területein dolgozom, különböző környezeti problémákkal találkozva, az éghajlatváltozás és a klíma-energia politika különös szakterületen. Jó napot kívánok, Jávor Benedek vagyok, a elhangzott a Fenntartható Fejlődés Bizottság elnöke és a LMP frakció vezetője. Köszönöm szépen ezt a gyors bemutatkozási kört. Az időnk az nagyon véges, ugye említettem, hogy két témát néznénk végig. 15-20-kor kezdtük, 16-20-kor valószínűleg akkor be kellene fejeznünk, hogyha a Szili hagyja majd, hogy kicsit tovább menjünk, akkor nyilván tovább menjünk, de hát nem szeretnénk senkinek az idejével visszaérni. Említettem, hogy az első téma, amit szerintem megbeszélhetnénk, az a céloknak a szerkezet ebben az anyagban, illetve az esetleges ellentmondásai, és én vitaindítóként egyből felhívnám a figyelmet egy olyan dologra, amit én legalábbis ellentmondásként érzékelek. Ugye most kifejezetten a gazdasági céloknál két cél fogalmaz meg az anyag, és itt nem akarok pontatlanul idézni, ezért előveszem magát
az anyagot. Az egyik az az E4.1 vállalkozói tőke innováció foglalkoztatás, tehát ezt a gazdasági tőke című szóval tárgyalják, a másik pedig az E4.2 makrogazdasági egyensúly. Most amennyire én ezt látom, az anyag többi része az nagyjából megfelel annak a képnek, amit bárki, aki távolról látott már fenntarthatósággal foglalkozó tanulmányt, az azt mondaná, hogy hát igen, valóban ez egy fenntarthatósági stratégia része kell, hogy legyen. Most ez a két terület, ez kicsit ilyen kuriózum számba megy, és én érzékelek is egy problémát, hogy általában vajon miért hagyják ki a fenntarthatósággal foglalkozó tanulmányokból ezt a két területet. És ez az ellentmondás, amennyire én látom, az arra vonatkozik, hogy a rövidtávú és a hosszútávú szemlélet az nem feltétlenül úgy áll szemben egymással, ahogy a nyitő előadásban a Bartos Gábor ezt megfogalmazta. Mondok egy példát, az EU 2020 stratégiában például az oktatásra vonatkozóan az egy hosszútávú cél Európa számára és Magyarország számára is, hogy növeljük a felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak a létszámát. Hasonlóképpen az anyagban is szerepel, és ez is egy cél, hogy a nőknek és az időskorúaknak a foglalkoztatása az bővüljön. De ezek szép hosszú távú célok, valószínűleg a társadalom többsége ezekkel egyet is értene, és ezzel szemben áll a másik prioritás, itt legalábbis a gazdasági prioritás, hogy ez a makrogazdasági egyensúly beépítése ebbe a fenntarthatósági stratégiába. És ugye Magyarországon, de egyébként szerte Európában is, és most már ez választási eredményekben is gyakorlatilag alakot ölt, az embereknek van valami fajta averziója a megszorítási politikával szemben, tehát azzal szemben, hogy a makrogazdasági egyensúlyra hivatkozva építenek le szerte Európában például közszolgáltatásokat, oktatást, egészségügyet. Tehát én itt érzékelek valami fajta ellentmondást a kitűzött makrogazdasági egyensúly cél és az anyag összes többi célja között, és engem az érdekelne, hogy ebben a formában ez az anyagban, vagy úgy látjuk-e, hogy ez egy jó irány az anyagban, hogy megpróbáljuk mégis vagy összehozni a kettőt. És nagyjából ezen a ponton akkor elindulna a beszélgetés, és én megpróbálom majd moderálni, amennyire a mikrofonnak a távolsága ezt lehetővé teszi. Úgyhogy aki szeretne hozzászólni, vagy más ellentmondásokat érez, azt kérem jelezze. Még mielőtt mondtad volna, hogy milyen szerkezetben szeretnék tárgyalni, ilyen két fő gondolatom támadt, és az egyik ez pont ehhez kapcsolódik, és tulajdonképpen a Bence mondott, hogy miért nem lehetséges, ha muszáj, hogy mi az akadálya annak, hogy olyan intézkedések megvalósuljanak, vagy blokkok elárítódjanak. Az alapgondolatom az volt, hogy a gazdasági hatékonyság az szerintem nem ellensége alapvetően a fenntartható fejlődésnek, sőt, szerintem sokkal nagyobb az érdekközösség, a gazdasági hatékonyság, a társadalmi igazságosság és a környezeti fenntarthatóság között. És azért kezdtem el ezt gondolni, mert amik Magyarországon jelenleg rengeteg olyan intézkedés van, vagy konkrét jogszabály, vagy szabályozó, amelyik egyszerre rombolja ezt a hármat, a gazdasági hatékonyságot, a társadalmi igazságos és a környezeti fenntarthatóságot. És amit úgy kapcsolódik a makrogazdaság egyensúlyhoz, hogy a jelenlegi költségvetésünkben szerintem több 100 milliárd forintnyi olyan transfer van, amelyik szintén egyszerre rombolja ezt a hármat. De amikor mondjuk egy egyensúlyjavító intézkedés vagy egy megszorítási kényszer van, akkor nem ezeket vágják meg először, mert ezek általában olyan vélt vagy valós, szerintem nagyon gyakran vélt társadalmi konszenzus sértenének, ami gyakorlatilag ilyen szentehénnyé teszi ezeket. Ilyen például egy nyugdíjas kedvezmény, vagy egy gázártámogatás. A gázártámogatás az több 100 milliárd forint értékben támogatjuk jelenleg ma Magyarországon a lakosság 10-15%-ának a földgáz alapú fűtését. Szerintem erről nem tudunk, ez 100 milliárd forint, ez elképesztő összeg. És én sem hiszem el, hogy a Kossuth tér elé vonulnak tömegek tüntetni a gázártámogatás megszüntetése érdekében. Tehát nekem az indító gondolatom az, hogy sokkal nagyobb az érdekközösség, a gazdasági hatékonyság, társadalmi igazságoság és környezeti fenntarthatóság között. És első lépésben vizsgáljuk azt, hogy akkor ezeket miért nem tesszük meg, és második lépésben vizsgáljuk azt, hogy hol van érdekellentmondás. És a másik ilyen rövid gondolat az már lehet, hogy a második részéhez, hogy amit a Gábor Bartus technikai problémának jellemzett, hogy ahol politikai konszenzus is van, és a tudásunk is megvan hozzá, én nem becsülném alá ezeknek a jelentőségét, hogy mégsem tudnak megvalósulni, és nagyon kutattam a blokkjait, hogy miért nem. Én annyit szeretnék hozzátenni, hogy a makroegyensúly és a stratégiában felvázolt
intézkedések megvalósíthatósága között szerintem annyiban nem teremthető meg a harmónia, hogy a jelenlegi eladósodottsági szintnek a csökkentése, ez Magyarországon elég komoly probléma, más országban is, de különösen, az nem biztos, hogy megvalósítható ezzel a stratégiával, és ennek az adósság szintnek a lecsökkentése, az gyakran belevisz minket olyan, vagy az országot olyan intézkedésekbe, amelyek fenntarthatatlan irányba, tehát az exportorientált gazdaság, illetve ilyen irányokba viszik az országot, és hát ez kérdés, hogy ehhez azért nem lehet így kijelenteni, de lehetséges, hogy valójában ez az eladósodottság ilyen módon nem szüntethető meg. Hogyha követjük ezt a stratégiai irányt, akkor csak az adósság elengedésével valósítható meg. És ez egy olyan kérdés, amit egy kicsit tabuként kezelnek, tehát ezt az adósság elengedést, pedig szerintem ez egy kulcskérdés ezzel kapcsolatban. Mielőtt a Miklós felvetésére reagálnék, tehát én is kiegészíteném néhány olyan dologgal, ami szerintem hiányzik a stratégiából, és tulajdonképpen ehhez vissza kell egy picit lépni egy gazdaságtól nem független, de nem is a gazdaság részét képező kérdéshez, ez pedig az államnak a funkciója, feladata, szerepvállalása. Tehát ugye itt különböző elképzelések vannak arról, hogy mi a dolga az államnak a gazdasággal. A 2008-as válság nyomán ez a éjjeli űr állam modell, amit a magyar fejlődési pálya is a 90-es években, 2000-es években ilyen célként tűzött ki, ez globálisan elég nagy léket kapott, és egy ilyen fejlesztő állam koncepciója divatosabbá vált, korábban is létezett, és hogy tulajdonképpen a gazdaságfejlesztés területén van-e az államnak dolga, és ha igen, akkor mi? És ez teljesen hiányzik szerintem az anyagból, hogy egyáltalán az állami gazdaságfejlesztésről való vélemény, és hogyha van dolga az államnak, én egyébként személy szerint azt gondolom, hogy van, tehát én a fejlesztő államban nem szabad átesni a ló túlsó oldalára, tehát az állam persze ismeri azt is, amikor túl mélyen beavatkozik a gazdaság működésébe, és nem csak a rendszerváltás előtti időből, hiszen a mai magyar állam azt gondolom, hogy egy olyan kettős helyzetben van, amikor egy csomó területen, ahol eminens feladata lenne a magyar államnak, onnét kivonul, és ahol pedig semmi dolga nem lenne oda, meg bevonul és államosít. És ez a folyamat részben van köszönhető, hogy szinte nincs tisztába téve, hogy mit várunk az államtól a gazdaság területén. Mindenesetre ennek a problémának és azoknak a területeknek az azonosítása, ahol az államnak a gazdaságfejlesztésben a fenntarthatóság érdekében dolga van. Tehát akarunk-e zöld gazdaságfejlesztést csinálni, vagy sem? Ez forrás allokálást igényel, ha igen. És akkor erről mondani kell valamit, hogy milyen szempontrendszer mentén, honnét veszük el a forrásokat, és a többi, és a többi. A másik, ami szintén hiányzik az anyagból szerintem, az annak az alapvető problémának az exponálása, hogy az a hosszú távú gondolkodás, amit elvárnánk a fenntarthatóság kapcsán, az mindenek előtt hosszú távú kiszámíthatóságot és tervezhetőséget igényel. Tehát a gazdaságtól azt várjuk, hogy 10-20-50 éves távlatban gondolkozzon a fenntarthatóságról, miközben nem tudja, hogy a jövő héten milyen szabályozás fogja az ő tevékenységét alapvetően befolyásolni. Tehát egész egyszerűen ezen a ponton a jogalkotásnak és a közigazgatásnak a minősége az alapvetően befolyásolja a fenntarthatóságnak megvalósulását, és itt a Anikóhoz kapcsolódnék, hogy én is azt látom, hogy a fenntarthatóság és a gazdaság érdekei rengeteg ponton összefonódnak, és közös érdekek. Én nem mondom, hogy nincsenek konfliktusok, de azért itt vannak közös célok, amik mind a két oldalon pozitívumot jelenthetnének. És végül arra, hogy a makrogazdasági egyensúly, tehát itt nagyon abban gondolkozunk, hogy a kiadási oldalt hogy lehet újraosztani.
És hogy vajon a makrogazdasági egyensúly, hogyha megpróbáljuk megvalósítani, akkor az csak úgy lehetséges-e, hogy mindenhonnan forrásokat vonunk ki. Szerintem nagyobb léptékben gondolkozva a bevétel és kiadási oldal egységes szemléletében, és ez sincs szerintem eléggé kibontva az anyagban, hogy nem csak arról van szó, hogy a rendelkezésre álló forrásokat hogyan tudjuk elosztani és hova mennyit rakunk, hanem hogy ennek a fedezetét honnan és hogyan szedjük be. Ez egyrészt egy összegszerűség, tehát hogy az újraelosztásnak mely szintjét tartjuk kívánatosnak, és ez összekapcsolódik a fejlesztő állam koncepciójával, hiszen egy alacsony GDP arányos újraelosztási szint nyilvánvalóan egy élő államot vetít előre. Tehát akkor ne álmodozzon az állam gazdaságfejlesztésről, hogyha közben minimalizálja a bevételeket. Ha fejlesztő államot akarunk, akkor az valószínűleg egy magasabb GDP arányos újraelosztást jelent. És azt is, hogy ezt honnan szedjük be? Tehát, hogy ezt a munkára terhelt adókon keresztül, a környezetszennyezés, erőforrás használatra terhelt adókon keresztül próbáljuk-e beszedni, vagyoni típusú, fogyasztási típusú adók, ezek mind más irányba terelik a gazdaságot, és szerintem alapvetően eldöntik, hogy tulajdonképpen a fenntarthatóság szempontjából mire van esélyünk és mire nem, és ennek a dolognak a megjelenítése is nekem picit hiányzik az anyagból, de én azt gondolom, hogy a fenntarthatóságnak a makrogazdasági egyensúly alapvető feltétele. Tehát egy folyamatosan deficites és eladósodó költségvetés nem fenntartható semmilyen értelemben, tehát nekünk tartani kell egy egyensúlyi, stabil költségvetést, azt kell megnézni, hogy emellett hogyan tudjuk átstruktúrálni a belső szerkezetét, hogy mégis fenntartható és működőképes tudjon maradni. Akkor megismételni a kollégákat, Bence, illetve Anikó véleményét teljes mértékig egyetértek, sőt a Miklós felvetésével. OKT-n átmentünk ezen az anyagon, ugyanúgy gazdasági oldalra ezeket vetettünk föl, de ott nem tettem megjegyzést, de gyakorlatilag, mint közgazdászként, az Magyarországot jelenlegi helyzetben a növekedést tudja kihúzni a jelenlegi állapotából. Azonban nem úgy, hogy olyan politikát folytatott, mint például napokat történt, többen úgy láttam, hogy inkább azt fogják támogatni, amit mondtak, de hibás volt, hogy például 400 vonatot leállítottak a vasútnál, mert mi történt matematikailag? A pályahasználati díj ezáltal, mert az alacsonyabb volt, mert nagy számú vonat ment át, megnövekedett, és ami eddig nem volt deficites, az is veszteséges lett. Tehát nem, hogy 8 milliárdot behúzott belőle, hanem további veszteséget generált. Tehát ez egy, hogy én elcsodálkoztam rajta, hogy ez közgazdász kitalálta ki, csodálom. Tehát ez nem visz előre. A másik, hogy nyugdíjasok, vagy valaki támogatását elvonott közlekedésből, hát ez is egy tévút, hiszen miért találták ezt ki? Mozogjon a társadalom, a keringés, vérkeringés, vásárlás, meg minden ezzel testül. Ráadásul egészségügyi kor összehozták a egészségügyi ellátó intézményeket, megszüntették, koordinálták, nem jut el a beteg oda. Tehát lehet azt mondani, hogy pusztuljon a társadalom, mert ez az irányba megy. Tehát ez egy rövid távú gondolkodás, ráadásul én megjegyzem, szerintem át nem gondolt intézkedések halmaza volt. Tehát növekedés húzhatja ki az egészből a Magyarországot, a jelenlegi állapotból minden olyan intézkedés kell, ami a foglalkoztatást és a vállalkozást segíti elő. Oktatásnál nézzük meg, milyen torzrendszer alakult ki, kevés mérnök van, alig van mérnökünk. Azt hiszem 5-6%-a teljes 400 ezerből, borzalom. Hogyan akarok építeni, akár megújuló, bármilyen irányba. A másik az adórendszert át kell alakítani, ez jó irány, ez igaz, csak a környezetvédelmi adó nem több adót terhelek a gazdasági szervezetekre, meg az állampolgárra a terhelési díjakat, hanem összpontosítom egy környezeti adóval. Azt mondom, adó, és nem különböző címzettel, mert az tovább terheli a rendszert. Ráadásul például a talajterhelési díj, ezeket a dolgot bemegy a költségvetésbe, és beszedi mondjuk a vízcsatornamű vállalat, ő neki külön feladata van, és az önköltség alapú rendszerre terheltem. Tehát itt torz rendszerek alakulnak ki, amit a társadalom nem tud, nem visz sehova, és elavulodnak ott is a technológiák. Tehát a gazdaság süllyed lefelé jelenleg, egy-kettő olyan ágazat tud fölfelé menni, a telekomadó, tehát ami a tömeg miatt a
korszerű technológiák miatt, de ott is úgy tudom, nem tudom, Bence, hogy úgy tudom, hogy ott is leállt már a növekedés. Telekomnál, mobiltelefonnál, meg a információ technikánál, tehát a laptop, tehát a internet használatnál is egy kicsit mérséklődött a igények. Tehát szerintem, hogyha a másik fenntartató fejlődés minden ágazatnál fenntartató fejlődés irányba megy a tudomány, a műszaki fejlődés. Hiszen, ha megnézzük, a személygépjármű közúton, ami hangos, zajos, meg terhetős, stb. Minden ártalmat tudok mondani, de Euro 5-ös motorok jönnek ki, amik alig terhelnek, illetve jön a környezetbarát, mondani, hogy gázüzem, meg villamos energia meghajtású Londonban például olyan külön parkoló van, villamos töltővel, akkumulátorral, tehát nem terheli a környezetet. Ez irányba mozdul a technika. Ugyanez számtalan az iparban, ahol kibocsátás van, cementgyárunk. Nem tudja senki, hogy nem terhel. A legkorszerűbb technikát hozták be, 92-94 körül a fejlesztések. Minden úgy van elkönyvelve, hogy terhelő. Tehát amikor előadást hallgatunk, bárhol tudományos szféra oldaláron, a korábbi technológiákról beszélnek, nem a jelenleg alkalmazott technológiáknak. Tehát helyére kell tenni, hogy Magyarország jelenleg mi az állapotom, foglalkoztatás, technológiai igények, akár lakás, mint háztartás. El vagyunk maradva, orbitálisan el vagyunk maradva. Lakás nézzük, olyan konyhát bemegyünk, milyen felszereltsége van, és menjünk ki Hollandiába, milyen felszereltség van. Mi a fejlődés? Tehát egyszer tisztázni kell, mi a fenntartható fejlődés, milyen lépték. Hol vagyunk mi magyar lakosok Európában, a világban, mi a helyünk? És ehhez kell hozzáigazítani a rendszer. Tehát ez a stratégia kisebb módosításokkal tovább mehetne szerintem, csak mellé kell rakni egy olyan gazdaságfejlesztési anyagot, ami ezt kiszolgálja. Tehát tovább kell lépni oktatási rendszerbe. Magyarországnak 20 rendszerváltás óta nincs iparpolitikája. Említette Bence a környezetvédelmi ipart. Hát az ma valóság. Van ipar, környezetvédelmi ipar, legfeljebb hallgatunk róla, csöndbe vagyunk, ebből van kicsi, nagy, mikro, különböző szeletei vannak. Van multi is. Minden, van olyan magyar környezetvédelmi ipar, aki Kínában kint van, összedolgozik, az egy bizonytalanságot jelent Kína, de nem akarok belemenni a részleteibe. Tehát több oldala van, ami ezt támogatná, csak itt az álmokat le kell a valósághoz rakni, tehát helyünk hol van a világban, Magyarország. Mi is az, amit mi kibocsájtunk, mert önök tudják valójában, hogy 87-es szint Magyarország kibocsátása? GDP-ben hol vagyunk, ugye? Hát alig fejlődtünk. Csak a foglalkoztatásunk esett vissza 5,7 millióra, 3,8-ra, és a TOR szerkezetre. Ez jár. Tehát rengeteg probléma van. Bocsánat, hosszan beszéltem. Hát csak egy nagyon rövid kérdésem van, és lehet, hogy egyel visszalépek, de erről jutott eszembe, hogy fenntartható fejlődésről beszél ez az anyag. De én úgy tudom, hogy ez a fogalom már alapvetően megkérdőjelezett itt a tudomány által, és sokkal inkább fenntarthatóságról van szó, amiről beszélünk. És ez lenne a kérdésem, hogy mi a véleményetek erről. Ja, és még annyit tennék hozzá, hogy a nemzeti alaptanterv, ami ugye szintén nem sokára itt a kormány elé fog kerülni, ő sem, már maga az anyag sem beszél fenntartható fejlődésről, tehát nem használja ezt a fogalmat, hanem fenntarthatóságot használja. Tehát a következő nemzedékek már fenntarthatóságról fognak beszélni. Addig, amíg valaki más jelentkezik, akkor én is most levenném a moderátori sapkát, és akkor egy kis gyors elemzésbe bocsátkoznék. Alapvetően egyet értek az összes előttem szólóval itt a célkijelölés szempontjából. Szerintem teljesen egyértelmű, hogy ez egy részleges célkijelölés lehet a gazdaság és fenntarthatóság kapcsolatánál. Tehát miközben fontos az, hogy a vállalkozó kedv az bővül Magyarországon. Miközben fontos, hogy innovációs kedv legyen. Miközben fontos a makrogazdasági egyensúly. Itt, mintha alapvetően elmennénk a létező folyamatok mellett. Tehát elmegyünk amellett, hogy a teljes gazdasági életet az összes szektorban át kell állítani egy fenntartható megközelítésre. És akkor itt elhangzott egy csomó konkrét iparág, szerintem ezeket kellett volna összeszedni, vagy akár még lehet, hogy ez bővülhet ez az anyag, vagy ha máshol nem a parlamenti vitában ezt meg lehet jeleníteni, hogy akkor nézzük meg, hogyan lehet az iparban
érvényesíteni ilyen szempontokat. Energiaipar, környezetvédelem, nem sorolom végig. Hogyan lehet a mezőgazdaságban érvényesíteni ezeket a szempontokat? Hogyan lehet a szolgáltatások esetében érvényesíteni ezeket a szempontokat? Tehát egy ilyen típusú elemzés kihagyása egy fenntartható fejlődési stratégiából szerintem nagyon leszűkíti egy ilyen válság előtti megközelítésre az egésznek a látásmódját. A válság előtt tűnt a legnagyobb problémának a nemzetközi, meg egyébként a magyar gazdaságban is az, hogy nincs vállalkozókedv, és a válság előtt tűnt a makrogazdaság egyensúly a legnagyobb problémának. Az kiderült, hogy ez egy következménye volt egy teljesen elszabadult gazdasági és pénzügyi rendszernek, és igazából pont az ellenkező irányba tart mindenhol a világ, hogy megpróbálja például a pénzügyi szférát szabályozni. Ehhez képest ebben az anyagban a pénzügyi szféráról nagyjából annyi van, hogy csökkenteni kell az államadósságot, és az embereknek öngondoskodást kell végrehajtani, A. a nyugdíjrendszerben, B. a saját személyes pénzügyeiben. Az egy hang nincs benne arról, hogy hogyan kell a pénzügyi szektort úgy szabályozni, hogy az ne fenyegesse a fenntartható fejlődést úgy általában. Tehát ilyen szempontból ez egy, most ezt nem szitok szóként használom, de ez egy liberális megközelítésű anyag, és ezzel szemben kellene legalább még 2-3 olyan nagy oszlopot beleemelni, ami ezt egy kiegyensúlyozottabb anyaggá teszi. Ennyi lett volna a rövid hozzászás, és akkor moderál. Köszönöm. Nem tudom, hogy működik, vagy nem. Működik, csak nem tudom, hogy jó. Én azt mondom, hogy ez a nagy oszlop, én az anyagot nem ismerem sajnos, de az természetes, hogy én azt mondom, hogy az élelmiszer gazdaság fenntartható fejlődése az egy sarokpontja az ország. Mert ugye elmondjuk, hogy Magyarországon nincs természeti kincs, két kitörési pontunk van, a szellem, az agyak, és a termőföldünk, a kiváló adottság. Ez előjön 4 évente, jellemzően a választási ciklusokkal összhangban, és utána elfelejtjük. Az élelmiszeriparunk a békafeneke alatt van egyébként, tehát nem úgy fejlődik, hogy itthon meg kézműves módon előállítsunk termékeket, és azt adjuk a piacra hozzáadott értékkel megnevelve, hanem arra vagyunk büszkék, hogy a nemzetközi agrárkereskedelmünk a nyersanyag irányba tolódott el, tehát a búza, a napraforgó, a vágóállatok, és így tovább, és így tovább. Ezt mi úgy adjuk el, mintha mondjuk a orosz búzamezőkön, vagy a kanadai, amerikai korlátlanul rendelkezésre álló termőföldeken adtuk volna el. És arra vagyunk büszkék, hogy 5 milliárd eurót már meghaladta, 5,5 milliárd körüli a mi exportunk, miközben a Dunántúlnyi Dánia vagy Hollandia 30-40-50 milliárd eurós produktumot csinál, és ennek 50%-a az egyenlegre pozitív. Tehát én úgy gondolom, hogy amíg ezen a téren nem lépünk előre, én most a célrendszerről beszélek, nem a jelenlegi dolgokról, mert a jelenlegi helyzet elszomorító. A mi GDP-nknek a kétharmadát, több mint kétharmadát multinacionális vállalatok állítják elő, a nemzetközi kereskedelmünkben ugyanígy ezek szerepelnek, az agrár szférában a vásárlóval kapcsolatban álló üzletláncok, a termékek kétharmadát, 80%-át forgalmazzák. Tehát lenyúlták gyakorlatilag azt a szegmensét a piacnak, ami a fogyasztótól szedi el a pénzt, mert nem mondhatjuk a pénztárnál azt, hogy bocs, én fizetek 9 nap múlva. Tehát itt nagyon súlyos dolgokról van szó, és amíg ebben nem lépünk előre, én legalábbis természetesen elfogultan úgy látom, hogy amíg a mi mezőgazdasági termékeinket nem tudjuk megmárkázni, értékesebbé tenni, addig hát egy nagyon erős lehetőségünktől fosztjuk meg magunkat. Köszönöm. Jelezném, hogy nagyjából fél időbe tartunk, tehát hogyha valakinek még így a cél szakaszhoz lenne hozzászólás, azt akkor most kellene megtenni, és akkor utána áttérnénk a végrehajtási szakaszra. Rövid hozzászólás, hogy nem tudom, hogy csak a vezető összefoglalót olvastam én is, de hogy az anyagban egyáltalán felmerül-e az az alternatíva, ami a növekedés nélküli társadalmat jelenti, tehát hogy annak a megfontolása a stratégiában. Ez, nyilván ezek teljesen ütköző
alternatívák, de hogy legalább a megtárban. Igen, az lenne a egyébként helytelen idézett hipertérugrás, tehát ez a helyes terminológia ebben kapcsán. Ezt egyébként én is felírtam magamnak, hogy ez teljesen egy piackonform, vagy hát a jelenlegi piaci viszonyokkal konform anyag, és nem mutat túl semmilyen értelemben az adott keretek közötti gondolkodáson. Ez valószínűleg ez messzire vezet, hogyha ebben a dolgokban is nagyon elmennék. Úgyhogy akkor kérdezem még, hogy célszakaszhoz hozzászólás. Fölmerült egy kérdés a fenntarthatóság, fenntartható fejlődés. Az anyag elején egyébként van egy elég hosszú, tehát mondjuk kétoldalas gondolkodás arról, hogy mi a fenntarthatóság, fenntartható fejlődés. Igazából ezek szerintem ilyen nomenklatúra kérdések, tehát én mindig kevéssé izgatott föl, amikor ilyen kifejezések körül indultak be nagy szellemi csaták. Annyi a különbség talán fenntartható fejlődésre, fenntarthatóság között, hogy a fenntartható fejlődés valami olyan szemléletet hordoz, hogy ez egy ilyen szűkebb, egy létező rendszernek valamilyen változásaira próbálna reflektálni. A fenntarthatóság pedig azt a felismerést tükrözi, hogy maga a rendszer minősége vagy miensége alapvetően befolyásolja azt, hogy hogyan fog viselkedni a jövőben. A fenntarthatóság nem arról szól, hogy milyen gazdaságfejlődés vagy egyéni életutak fejlődés lesz, hanem hogy maga a demokratikus berendezkedés, a gazdasági struktúrák megszabják azt, hogy hogyan viselkedik ez a rendszer a környezeti elemekkel, a társadalmi szereplőkkel, társadalmi rendszerekkel szemben. De mondom, ezen én nagyon sokat nem rugóznék, egyébként az anyag azért megpróbálja körülbelül leírni, hogy ő miről beszél, amikor fenntartható fejlődés és fenntarthatóságból értekezik. De akkor ez a növekedés, nem növekedés, hogy én itt megint annak lennék így az ördögügyvédje, hogy nem muszáj annyira mindenáron paradigmaváltásba gondolkodni ahhoz, hogyha egy kis lépésen politikájának az út végén mégiscsak egy új paradigmában vagy bármiben találjuk magunkat. És konkrétan a nem növekedésre az energia felhasználás tekintetében cél a nominális és abszolút értékben az energia felhasználás csökkenés. Az élelmiszerben, a fejlett nyugat-európai országokban az élelmiszereinknek a 30%-kal landol a szemétben a vásárolt élelmiszereknek. Tehát bizonyos iparágokban szabályozáspolitikai cél a nem növekedés, és meg is valósítható szabályozás kérdése. És ugyanúgy mondjuk a francia és az USA a munkaerő termelékenysége jobban nőtt Franciaországban az elmúlt valahány évben, de ezeken ők nem többlet gazdasági növekedést vásároltak maguknak, hanem többlet szabadidőt munkaerő csökkentésével. Tehát szerintem itt is sokkal kevertebb a rendszer, és sokkal kreatívabban el lehet apránként jutni. Nem kell annyira kijelenteni az elején, hogy ez lehetetlen. Csak egy dolgot, mert az anyag is hivatkozik rá, tehát az unió stratégiáiban megjelenik már az a cél, amit abszolút decoupling-nak, teljes szétválasztásnak neveznek, tehát a gazdasági fejlődésnek egy olyan megvalósítása, ami erőforrás felhasználás csökkenés mellett valósul meg. Tehát energia, nyersanyag, környezetterhelés, növekedés nélkül, sőt ezek csökkentése mellett lehet-e a gazdaság fejlődését megvalósítani. Ugye erről elég sokan szoktak értekezni, hogy egy szolgáltató gazdaság felé való átmenet az képes-e úgy akár az anyagi értelembe vett jólétet növelni, hogy közben a környezetre háruló terhek nem növekednek. Bennem van egy pici szkepszis, tehát azért eddig a tapasztalataink nem túl jók e tekintetben. A gazdasági növekedést nagyon elvétve tudtuk elválasztani az erőforrás használat növekedésétől, a környezetterhelés növekedésétől, de az is tény, hogy erre eddig viszonylag kevés erőfeszítést tettünk. Tehát, hogyha valóban ezt egyértelműen megfogalmazott célként tűzzük, és ezt hozzárendeljük a megfelelő eszközöket szabályozásban, intézményben, egyéb, akkor azért nincsen egy végleges válaszunk arra, hogy ez lehetséges-e vagy sem. Hogyha véglegesen látni fogjuk, hogy nem lehet ezt a teljes szétválasztást megcsinálni, akkor azt gondolom, hogy a nem növekedés egy elkerülhetetlen dolog lesz, de én még adnék esélyt magunknak arra, hogy ezt meg lehet csinálni. Mm.
tényleg egy értelmezési gond van, mert én, amit előbb elmondtam, nem utaltam rá, de az energiacsökkentésben volt, hiszen utaltam, hogy a közlekedési járműk Euró 5-ös, és minden korszerű technológia alacsonyabb energiafelhasználással van, ez a gazdaság. Ami problémás, az a lakossági oldal, a fűtés, tehát mondjuk a 89-es, azt hiszem, fogyasztás szintjén van, nem, 87-es szintjén van az ország, összönleg a fogyasztás, akkor, rendszerváltáskor 70% volt az ipar, és 30% volt a lakosság, most fordult a kocka, 47% az ipar, és a többi 53% a lakosság. Látszik, hogy a lakosság fogyasztása nő irgalmatlanul, itt van egy szabad, és mondta, 89-es szintről van szó, ma, 2012-ben ez a veszélyhelyzet. Ezért kell mindig értelmezni a helyünket, hol vagyunk a világban, mert amit leírnak anyagot, az tév irányba visz. De itt is igaz, tehát ebben volt a zöld beruházási programok, hogy a lakosságnál a fogyasztást csökkentsük le. Csak kérdés, lakosság kis forrással, erővel rendelkezik, hogy ezt hogyan oldja meg az ország. Tehát lakosság szigetelés. És ugyanez igaz, amit a Anikó említett, hogy az élelmiszereknél Magyarországon is sokat kidobunk, azért nem annyira, mint Nyugat-Európában, hiszen tudni kell, hogy Magyarországon már több mint 3 millió ember van, aki mindennapos gondjai vannak. Tehát 1 millió mély szegény arány, ahogy a szociológusok említik, tehát itt inkább veszélymező van, amit a kollega úgy látom elment Agdár területen mondott, ott nagyon nagy veszély van, hiszen a állattartás, tojástermelés, minden tartási oldalban gond van, sőt, ha környezetvédelmi vetületeit nézzük, ott veszélyhelyzet van, szennyvízterhelés mind magas, ha a Unió ellenőrizné a dolgokat, akkor bezáratná az egész rendszer. Tehát nagyon komoly problémák vannak, az anyagnak mondjuk nem kell bele kitérni, hanem a fejlesztés politikánál kéne, de kérdés, hogy van-e erő, akarat, tudás, szemlélet hozzá. A fogyasztáshoz pedig lakosságnál szemlélet kell. Köszönöm. Akkor most azt javaslanám, hogy tényleg térjünk át a végrehajtási részre. Az olyan alapvetően két irányba vezetve ezek összefüggenek. Egyrészt egy mutató rendszernek a kialakítása irányába, amiben lehetne mérni, hogy hogyan teljesülnek a kitűzött gazdasági, fenntarthatósági célok. Másrészt pedig konkrét jogalkotási javaslatokat is megfogalmazni. Itt megint vitaindítóként arra a diszkrepanciára hívnám fel a figyelmet, hogy van 15 terület, ez az anyag legvégén található mellékletben van. Van 15 terület, ebből pontosan 8 tartozik az úgynevezett szűkemet gazdasági célok alá, tehát ez a fejlesztéspolitika, építőipar, amiket itt hiányoltak többen is. Tehát a jogalkotási tervnél úgymond, vagy a javaslatoknál ott nagyon hangsúlyosan megjelennek azok a dolgok, amiket itt sokan hiányoltak, miközben a céloknál nem. Tehát itt van egy eltérés a között, hogy mit javasolnak konkrét intézkedésre, és mi következne abból a nagyon szűken vett két célból, ami viszont bekerült a célok közé. Tehát itt mindjárt lehetne gondolkodni, hogy akkor hogyan lehetne ezt feloldani, ezt az ellentmondást. Másik pedig, hogy a mutatószámok, hogyha ezeket megnézzük, ezek megint egyrészt nagyon általánosak, másrészt nagyon specifikusak, és valahogy nincs jól eltalálva teljesen, hogy hogyan lehetne érzékelni a reálgazdasági átalakulást. Tehát itt mondok egy-két példát, van egy ilyen, hogy GDP, GNI rés, van egy megtakarítási beruházási ráta, van egy nyugdíjráta, nyilván van egy foglalkoztatási ráta, de ezen túlmenően pedig ilyen kidolgozatlan indexek vannak még, mint hogy a vállalkozói tőkeindex, hogy ezt hogyan lehetne mérni. És azok a dolgok, amik viszont teljesen konkrétak, és kidolgozottak, és rendelkezésre állnak a mutatók, például, hogy a gazdaság szerkezete az hogyan változik fenntarthatósági szempontból, erről egy hang nincs benne. Tehát itt kérdés az, hogy milyen indikátorokat tudnánk mi javasolni azoknak, akik szállítják az anyagot. Másrészt pedig, hogy milyen konkrét intézkedéseket lehet javasolni annak fényében, hogy egy csomó területen az ajánlásokkal masszívan menetel szembe a jelenlegi kormányzat. Tehát lesz egy furcsa dolog, hogyha ezt elfogadja a kormány többség, vagy hát ezt nem akarom prejudikálni, akár az ellenzék is, hogy közben gyakorlatilag valószínűleg ugyanaz nap törvényeket fognak elfogadni, amik ellentmondanak a fenntarthatósági stratégiának. Indikátorok, végrehajtás. Nincs igény, térjük vissza a célokhoz. Tessék parancsolni! Előzőleg említettem, szükséges egy iparpolitika,
nem kiemelve, ugye, ahogy az anyagban van egy-kettő, mivel összefüggés rendszerek vannak, tehát építőipar maga után vonza akár közlekedésfejlesztést, iparfejlesztést, lakóépület, tehát minden irányú fejlesztést von maga után. Tehát szerintem szükséges egy iparpolitika. A másik, hogy nem lehet eltekinteni arról, hogy jelenlegi EU-s politikák és eddigi magyar politikák is a ágazati szakpolitikában fejlesztési, tehát a fenntartható fejlődéssel szinkron szabályozás van. Hiszen a környezetvédelmi szabályozás ráhat, és azok a szabályozások kérnek ezzel szinkronban vannak. Akár energiastratégia is, a megújuló részen ez más kérdés Magyarország, hogy valósítja meg, mi a rentáb, mi a megfizethető, meg ez külön kérdés, de arra is kidolgozott anyagok vannak, ezeket nem szabad kidobni, hanem bele kell illeszteni szerintem a rendszerbe, esetleg optimalizálni, ahol szükséges, mert szerintem olyan nagyon nem kell lefaradni, tehát illeszthetők ezek a rendszerek. Akár közlekedés politika, ott egy kicsit pofozni kell, mert szerintem tévedésben van a kormány sok minden, ez előző is. Úgyhogy így mondom, a közlekedést, a közösségi közlekedést értem alatta, az mindenképpen kell, mert az gazdaságfejlesztési irányba léphet, az elősegíti a mobilizációt a lakosságnak, hiszen jelenleg a 3 millió gépkocsiból, ahogy mindig mondják, hogy 3 millió gépkocsi van, itt ábrándokat kergetnek mindenki, 1 millió gépkocsi nem mozog az országban, tehát közel 2 millió mozog, annak egy része pedig cégautó, tehát mi is mozog, hogy van. Tehát itt problémák vannak, és kiöregedő társadalom van, tehát mobilizációt nem lehet. Tehát teljes rendszert be kell itt illeszteni iparpolitikába, és akkor élhet, de tudomásul kell venni, hogy jelenlegi fejlesztési irányok is ezt célozzák. Persze a fenntartatóság fogalma, mint ahogy Bence említette az elején tisztázva van, itt azért át kell gondolni, hogy mit értünk alatta és mi a jövő. Ezért mondtam legelején visszacsatolva, Magyarország helye Európában, világban, és akarunk-e élni, vagy csak meglenni. Köszönöm. Az indikátorokhoz egy kicsit, tehát azok a területek azért szerintem nagyon egyenetlen, mondjuk a gazdasági résznél a különböző indikátoroknak a szintje. Tehát itt ugye a K plusz F ráfordításoknak a mértéke a szerepel, ami azt gondolom, hogy persze egy fontos mutató, azt azért látjuk, hogy intenzív K plusz F ráfordítás nélkül nincs igazából a jövőben tartó gazdaság. De ugyanakkor egy csomó olyan hiányzik belőle, amiket korábban is említettem. Tehát mondjuk a költségvetési bevételek értékelése, hogy a költségvetés bevételének mekkora része az, amelyik ilyen zöld vagy fenntartható bevételi formákon keresztül jön be. Erről egyébként vita van, mert itt néha ilyen meglepő statisztikai adatok jönnek ki, hogy a magyar költségvetés mondjuk ilyen zöld járulékok, adók, stb. Területén beszedett bevétele, az hogyan viszonyul más európai uniós tagországokhoz, és hogy ez mintha nem lenne olyan rossz. Na most persze az is kérdés, hogy ez hogyan oszlik meg. Tehát, hogy mondjuk mi az, ami ilyen bányajáradékok, meg ilyesmi, ami persze meg lehet sarcolni, vagy teljesen joggal megadóztatni mondjuk az olajbányászatot, vagy a földgázkitermelés, de a kérdés az, hogy ez hosszú távon milyen ténylegesen hozzájárul-e, vagy segíti azt, hogy csökkenjen egy környezetterhelő tevékenység. De mindesetre ezt azért én megnézném, hogy a költségvetés bevételeinek milyen mértékig jelennek meg a bevételi oldalon ezek a különböző zöld járulékok, adók. Ugyanígy érdemes lenne megnézni, hogy a környezetvédelmi ráfordításoknak az aránya. Ebben viszont nagyon rosszul áll az ország, amikor utoljára én kutatóként tevékenykedtem, akkor többek között ilyen típusú vizsgálatokat is végeztem, hogy a környezetvédelmi intézményrendszerre való ráfordítás, de Magyarország Törökországgal az OECD országok között, az utolsók között van. Tehát az intézményrendszer fenntartására fordított bevétel. Gazdaságfejlesztési célokon belül hogyan oszlanak meg? Hát ugye mondjuk az tavalyi év gazdaságfejlesztési ráfordításait egy-egyben elvitt az autóipar támogatása, konkrétan három nagy, a Mercedes, az Opel és az Audinak a támogatása. Tehát amit a magyar kormány gazdaságfejlesztésre szánt, annak a döntő többségét néhány nagy autóipari beruházás elvitte.
ennek vajon mi a viszonya a fenntarthatósághoz? Tehát, hogy egyszerűen ezeknek a kiadásoknak az ilyen szempontú értékelése. Tehát, hogy ezeknek a területeknek az indexálása szerintem nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ezek értékelhetővé váljanak, és magát a gazdaságpolitikai intézkedéseket emelni a stratégia mellé oda lehessen. Én itt annyit védeném meg az anyagot, hogy azt egy kiemelt problémaként kezelik, hogy ugye ez az, amit korábban, mint a GDP, vagy a GNI eltérését említettem, hogy a külföldi tőke tulajdonosok által az országból kivitt profit mérték, az hogyan aránylik a bemaradó profithoz, és itt van egy folyamatos tőke kiáramlás ahhoz képest, amit behoztuk, azt ilyen 7-8%-ra becsülik a két mutatónak az eltérését. Tehát ezt érzékelik problémaként, hogy gyakorlatilag a működő tőke az tényleg itt van, exportál, kivisz, de nincsen beágyazódva a hazai gazdaság, ugye ezt szoktak ilyen duális gazdaságként emlegetni, hogy egymás mellett él a két szektor, és hogy a vállalkozás fejlesztés az gyakorlatilag, ezt nem tényleg kormánytól független, az elmúlt 22 évben az alapvetően ezeknek a cégeknek a céljait szolgálta. Nyilvbeütöttek titkos tárgyalásokon nagy bizniszeket, és beruházás ösztönzési célelőirányzat címén 10-20-30 milliárdokat adtak ezeknek a cégeknek, adott esetben adókedvezmények formájában még sokkal többet is ennél, ugye ez a Hankook volt ennek a klasszikus eset ennek a tevékenységnek. Tehát az anyag az érzékeli ezt a problémát, hogy fennáll ez a kettős gazdaság szerkezet, viszont amikor megnézzük a konkrét intézkedési javaslatokat, akkor abszolút az általánosság szintjén áll, hogy kezdeményezzék, hogy valahogyan ez majd másképp alakuljon. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen léptékű anyagban, ami ilyen hosszú és ilyen részletes indikátorokat tartoz, például a nyugdíjrendszer esetében akár három változatban is kidolgozták kisbetűvel az indikátorokat. Az, hogy egy ilyen alapvető, ami célként alapvetően megjelenik a főszövegbe, utána az indikátorok között egy hangindikátor nincs erre vonatkozólag, az szerintem valamennyire probléma. Két kérdés és nyelvet is, az egyik, amit mondtál, ez az átmenet kérdése, vagy hogy nagyon-nagyon sok konkrét szakpolitikai területen ellentmond a jelenlegi jogalkotási folyamatok ennek a koncepciónak. Pontosan, mivel az átmenet azt viseli a címében ez a dokumentum, a legfontosabb része az a 4,5 oldal a legvégén, ami a mellékletben van tulajdonképpen, ami a jogalkotási feladatokat rögzíti. Tehát a mellékletnek a 4,5 oldala szakterületenként jogalkotási feladatokat rögzíti, és megállapítható lenne tényszerűen, hogy ellenében megy ez a kormány ennek. Én annyiban picit megvédeném, hogy szerintem elég gyakran tetszőleges mindenkori kormány ennek ellen megy, a föld bármely pontján. És én nagyon-nagyon kihangsúlyoznám ezért a szabályozás fontosságát és kérdését, és ebbe szerintem direkt ellentmondás az anyag, amit én javasolok kiavítani. Tehát én javaslom kiavítani azt, hogy ez az anyag az elején azt mondja, hogy a fenntarthatóság felé való átmenet az egy kulturális kérdés. És szerintem ez egy szabályozási kérdés elsősorban. És azt támogatja a kulturális dolgok, de én ilyen értelemben egy nagyon szabályozáspárti technokrata lennék, hogy ahogy a kötelező oktatástól kezdve a biztonsági jövőn át, az adófizetésen keresztül a biztonsági jövő, vagy a nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási járulékfizetés is kötelező, és mai napi kötelező is sehol nem tették önkéntessé. Ki tudunk alakítani egy ezt támogató kulturális környezetet, de én szerintem itt konkrét szabályozási jogalkotási lépéseket kell ezt lefordítani. Támogató kulturális, szociokulturális oktatási szemléletformáló intézkedések támogató környezetében. De ezt jogalkotási tervé kell ennek válnia, és ez szerintem ez a kulturális alapon és önkéntes módon szerintem nem fogunk eljutni. Másik az indikátorokhoz, hogy szintén picit ez a a KSH-nak minden évben megjelenik egy kiadványa, hogy a fenntarthatósági indexek Magyarországon, és ennek minden alkalommal van egy bemutatója, hova el lehet menni, ez a kiadvány átvehető ingyenesen, és ott bemutatják a meglévő gazdasági paradigma rendszeren belüli indexek szerint alakulását a magyar fenntarthatóságnak, és nagyon jól látszik, hogy ez romlik.
és valamint egyidejűleg tájékoztást adnak ezekről az új kreatív indexekről, ezek a human development és egyebek, és erre folyik egy munka nemzetközileg, a KSH csontig benne van, borzasztó nehéz mérni, és úgy tűnik, hogy ezzel nagyon szenvednek, viszont úgy tűnt az előadásukból, hogy nem is igazán igényes, nem is igazán igényeltek ezek, mert a jelenleg indexek bőségesen elegendők valószínűleg a menésünk kimutatására, csak így pár eszembe jutott, hogy a megújuló energiatermelés részarány az energiatermelésben, személyszállításban a közösségi közlekedés aránya, teherszállításban a közúti közlekedés, épületfelújítási ráta, amit a Bence említett, most amit ránk akarnak kényszeríteni az energiahatékonysági direktíva, az 3%-ot elérni, jelenleg nálunk ez fél. Hát úgy tűnik, hogy a jót is kikért kell kényszeríteni, és a jelenlegi indexeink 10-ben elégségesek. Szóval egyrészt én nagyon szeretem az indexeket, egyébként részt vettem egy olyan munkában, ami egy ilyen jövő nemzedékek index előállítását célozta, és éppen is hoztunk egy ilyen indexet. Igazából nem feltétlenül az a kérdés, hogy tudunk-e további indexeket gyártani, hanem az a igazán nagy kérdés, hogy rá tudjuk-e venni a politikumot, a döntéshozókat, hogy ezeknek az indexeknek, ezekből az indexekből levonható tanulságokat, azokat csatolják vissza a döntéshozatalra. Tehát abban egyetértek az Anikóval, hogy egy csomó létező index már megmutatja az igazi problémákat, csak senki nem törődik vele. Tehát továbbra is az újság azzal van tele, hogy milyen GDP növekedést vár Matolcsigyert 2012-re, és senki nem kérdezi, hogy az ökológiai lábnyom alakulásáról mit gondol 2012-ben, vagy bármilyen más, akár a HDI-nek az alakulásáról, amik alapvetően visszatükrözi ezeket a dolgokat. A másik egy picit ezért ezt a kulturális szemléletet én hadd védjem meg. Tehát miközben én abszolút szabályozás mániás vagyok, és tényleg megfelelő szabályozás nélkül nincsen eredmény. Sőt, én még intézménymániás is vagyok, tehát azt gondolom, hogy megfelelő intézmények nélkül, ami kikényszerítik a szabályozást is a hajunkra kerhetjük, tehát hogy ezek így együtt adják ki a dolgot, viszont nem lesz sem intézmény, sem szabályozás, ha nincsen társadalmi igény az adott értéknek a megjelenítésére a döntéshozatában. Tehát, hogyha nincs egy kulturális váltás a tekintetben, hogy ezeket elvárjuk valamilyen szinten, akkor nem lesz igény arra, hogy ennek megfelelő szabályozás szülessen, és ezt kikényszerítő intézmények jöjjenek létre. Tehát ez a három szerintem összekapcsolódik, és együtt tud csak hatékony lenni. Az egész mögött ott kell lennie szerintem egy kulturális átmenetnek, önmagában semmire nem lesz elég. Tehát abban egyetértek, hogy ilyen önkéntesen, de nagyon fenntarthatóan gondolkozunk, ez nem változtatja meg a rendszer működését, de ha nem kezdünk el fenntarthatóan gondolkozni, akkor ehhez szükséges eszközöket sem fogjuk előállítani. A kormányprogram ismertetése után, amit erre sajnos ez nem az volt, de még van egy-két percünk, hogyha valakinek van javaslata a felvetése, és akkor utána elvonulok és mélyértelmű elemző munkát végzek az elhangzottak alapján, hogy jól tudjak raportálni, de ha van még nyitott kérdés, nézek körbe, annyira nem látok, hogy szerintem tartsunk egy kis szünetet, hogy mielőtt újra jön a plenáris, akkor kicsit kihessünk. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Pont végig szóra.